Erdővidék épített öröksége sorozatunkban a nagyajtai kőszószékről készült dokumentumfilmünk következik. Nagyajta közösségi építkezéseinek legrégibb és egyben legjelentősebb műemléke az olasz bástyás templomvára. A szabálytalan alakú, magas várfallal övezett udvarának közepén 15. századi késő gótikus templom helyezkedik el. A templom piac terén az északi falhoz illesztve egy kehely alakú, homokkőből faragott, bábos feljáróval ellátott, késő reneszánsz kőszószék található, amely 1710-ben készült, régiségét tekintve pedig Erdély 6. faragott kőszószéke. Ezt a virágmotívumokkal díszített kőszószéket 1710-ben Dónát György rendelésére faragták. Feltehetően Dónát hálaadó megrendeléséről lehetett szó abból az alkalomból, hogy a tököli féle csatákból épségben tért haza. A szószék címer pajzsán a fiait begyéből etető madár motívuma figyelhető meg a következő felirattal. Dónát György költsége, kinek ez címerem, 1710-be az oltárt emeltem. Az oldalpajzsokon bibliai idézetek olvashatók. A monumentális kőszószék fölött a már említett szószékkel egyidős, 1710-ből származó, a csúcsán fiait begyéből etető madár, talán pelikán, festett szobrával befejeződő, fából készült szószék korona látható. A szentélyrész padlózata alatt egy kripta található, melyben a hagyomány szerint Dónát György nyugszik családjával együtt. Késő reneszánsz és barokk motivumokat ötvöző szószék, ami teljesen egyedi szerintem a térségben, és egy ekkora méretre szinte monumentális szószéknek lehet nevezni, mert ennyire míves szószékeket azért nagyon városokban találunk, mint Brassó, meg Kolozsvár, meg ilyen helyeken. Szóval büszke lehet a nagyajta községgel, hogy ilyen míves szószék van a birtokukban. Ilyen hajóbordákkal még találkozunk különböző helyeken, ilyen ajtókőkerettel is, ablakkőkerettel is, de ilyen szószékkel, ezzel a felirattal, ezzel a díszítéssel nem. Tehát ezért egyedi alkotásnak minősül. Az ornamentikai része is úgy van elosztva, hogy azon kívül van szünet rész is, tehát nem zavaró a szemnek, hogy tud pihenni a szem, ahogy végig tekint rajta, tehát a lábazati része. Jó, a felső rész a feliratok miatt, meg a különböző ábrázolások miatt az kicsit zsúfoltabb, de az alsó rész ezt teljesen lezárja. Mivel hogy bejegyzés is van, és jégkőfa névnek felel meg, hátul az egyik baluszternek, a harmadik baluszternél van egy bejegyzés, tehát alkotója, megvan az alkotója, hogy kialkotta, magyar mester alkotta, ez különös, hogy a 18. század elején ilyen míves munkát már, tehát ilyen míves munkát magyar mesterek alkottak, hiszen a szászok itt ezt a vidéket általában kőfaragást és a mívesebb kőfaragók azok mind szászok voltak. Ez ellentmond ennek, igaz ennek a feltételezésnek, mert egy magyar kőfaragó céget fedeztünk fel így ezáltal a 18. század elejéről. A 300 éves szennyeződést azért nem lehet egyik napról a másikra eltávolítani. Ugye? Igen. Spány, itt a földrengés is igaz. Hát minden szakrális épületben, főleg középkori épületben, igaz-e különböző évszázadok alatt többfajta beavatkozást végeznek az emberek. Ezt végül is nem tudatosan végzik, de jó indulattal, de ugyanakkor rosszat csinálnak így ezáltal úgy a kő számára, vagy faragott kő számára, vagy faragott fadíszek számára, vagy freskók számára. Tehát a mi esetünkben igaz-e
az 1800-as évek elején volt egy földrengés, és akkor úgy megrongálódott a szószék, hogy teljesen úgy barakták. Így ezáltal rosszul rakták össze a köveket, és ezeknek a kikorrigálásához szükséges volt az, hogy beavatkozzunk most. Tehát cementtel egészítették ki a köveket, ami igaz, közülzött, hogy a cement roncsolja a követ, ugyanakkor még a párából is táplálkozik, tehát nedvességet táplál magába, és így ezáltal a felületi része a kőnek roncsolódik. Itt látszik is, hogy hol volt kiegészítve, kifogázva cementtel, ahol cementtel beavatkoztak, ott nagyon rossz állapotban van a kő. Ezek igaz, ezek a kövek ki lesznek egészítve kőkiegészítő anyaggal, ami teljesen homogén anyag, és úgy viselkedik, mint a kő. Az eddig történt beavatkozások az a különböző manuális szennyeződések, és ez alatt én a cementes kiegészítéseket, a többszörös olajfestékkel való lemázolásokat értem, amit először igazán mechanikusan távolítunk el, mivel hogy és azután pedig vegyszerrel fellazítjuk és lemossuk. Tulajdonképpen ezt az olajfestéket le lehetne bontani vegyszerrel, és csak a vegyszer felvitelével van itt a gond, hanem annak a visszaszedésével, mivel a kő egy nagyon polózusos homokkő, ami ugyanakkor be is szívja magába ezt a, hogyha nekiállok egy oldószerrel feloldani az olajfestéket, akkor beszív a kiső rétegébe egy réteget, amit kiszedni nehéz majd. Tehát úgy döntöttünk, hogy először a mechanikai megoldást választjuk, és azután egy bázikus anyaggal letisztítjuk a kőnek a felületét, amit lemosunk azután vízzel. Több szószék van a szászvidékeken, magyar vidékeken, és sőt Kolozsvárott is többfajta szószék van, ilyen késő reneszánsz szószék is sok van, de mit mondjak, ahány szószék, annyi féle, és így az nagyajtai kőszószék is megállja a helyét, mert csak önmagán elég monumentális alkotás, és itt közelünkben is, igaz, egy Bölönben van legközelebb még egy szószék, a sokkal kisebb, de ugyanakkor az is egy míves szószék, azt hiszem, hogy 1722-ből van az a szószék, ez, mivel hogy ez korábbi 1710, így 300 éves, hogy mondjam, évfordulójára restaurálódna, ez alkalommal restaurálódna, így úgy vélem, hogy megérte arra ez a szószék, hogy restaurálják. A különböző díszeket és a különböző virágfézeket még megemlíteném, ezek nagyon mívesen meg voltak faragva, sőt a bibliai idézetek is, plusz a középső olasz koszorús címer ábrázolás is, tehát én úgy vélem, hogy egy komoly munkával nézünk szembe, amit ritkán kap az ember. Tehát úgymond megtiszteltetés számunkra, hogy egy ilyen jellegű munkát restaurálhatunk. Az a probléma a templommal, hogy nincsen csatornázás, és nagy a talaj által való felázás, és így ezáltal a szószék is a felázásban kapott belőle. Sajnos azon túl, hogy teljes cementes kiegészítések voltak és fugázások a szószéken, plusz le voltak festve, le voltak mázolva olajfestékkel, mésszel, budai földdel, és a kőnek effektív a homogén hatását ezek a festékrétegek megszüntették, tehát nem tudott lélegezni. Igaz, a talajból és a különböző cementes kiegészítésekből sok só szivárgott be a kövekbe, és ezeknek az eltávolításában is több ízben kellett papírvattázzuk, hogy ezeket a szennyeződéseket eltávolítsuk, és mivel hogy teljesen szétszedtük a szószéket, ez azért is volt szükséges, hogy alulról tudjuk leszigetelni, plusz rakjuk be függőbe, és inkább befele húzzon a szószék, mert nagyon ki akart érkezni azáltal, hogy a földrengés után egy nagyobb földmozgás végett, igaz, meg vasbilincset raktak rá, meg minden ilyen felületi dolgot, de szakszerűen nem tudták megoldani ennek a szószéknek a stabilizálását. Ide kéne.
ezt. Jó, ez egy lehetséget. Látsz. Ez így kell. Nézd. Ez az. Jó, még engedjük. Ez az. Itt belépes, mit akarsz? Nem baj. Meg kell adni a dőlését, itt a feledőjük. Így a fényben. Már ott. Igaz, először egy mechanikus tisztításnak tettük ki a köveket, ami különböző kisebb vésők és szikék segítségével történt. Azután pedig tehát mindegyik felületet teljesen letisztítottunk, és azután egy, mivel hogy szétszedtük a köveket, mert olyan rosszul, amit az imént is említettem, hogy olyan rosszul voltak összerakva, azután egy ilyen vegyszeres tisztításnak tettük ki a köveket, és papírvattáztuk, tehát a sót kiszívattuk. Miután a különböző ezt követően különböző injektálásokat, ragasztásokat, szilárdításokat követtünk el a köveken, azután pedig visszaraktuk a helyére, sőt, ilyen álcsapokat helyeztünk, ilyen inox-nikkel álcsapokat helyeztünk be a kőbe, hogy stabilabb legyen, sőt, össze is kötöttük a diadal ívvel, hogy ne legyen, ne legyen jobbra és balra való mozgása, mert önmagát itt tartja. Azon kívül persze a talapzatnál és a hátsó részén teljesen leszigeteltük a köveket, tehát hogyha nedvességet kapna a tehát nedvesség jönne a talajból, akkor az a kőbe nem szivárog át egyáltalán, tehát le van védve a kő. Ezt most olyan stádiumban állunk, hogy ezután az következik, hogy kiegészítsük a különböző kitöréseket, és fugázzuk. Ami érdekesség volt a szószékkel kapcsolatban, hogy az utolsó lépcsőfokon igaz-e találtunk egy ajtó szárkövet, egy reneszánsz ajtó szárkövet, ami meg volt fordítva, és úgy volt behelyezve. Ezt a követ kivettük, mivel hogy magyar hermányi kő, és nem a Brassóból származó homokkőről van szó, tehát nem üledékes kő, hanem vulkanikus kő. Azt kivettük, még színében sem azonos, igaz-e ennek a kőnek, az egész szószéknek a kompozíciójában, és helyettesítettük egy sima lépcsőfokkal, amit a helyi emberek szereztek be, és segítettek ki bennünket azzal a lépcsőfokkal. Na hát ez a kő, ez félre van rakva, ez a szárkő, ezt bármikor lehet rekonstruálni, ugyanis a portikusz bejáratánál ott is egy reneszánsz szemérdőkő van, valószínűleg, hogy az annak a párja, így hát majd ha későbbiekben majd arra is sor kerül, akkor lehet rekonstruálni ezt az ajtókőkeretet. Tehát az ilyesmit általában kiszoktuk venni, és inkább pótoljuk, mint ez is végülis egy lelet, ami előkerült a szószéknek a szétszedésekor. Tehát ez egy érdekesség. A másik érdekesség az, hogy mivel hogy itt az egész karzat, a szószéknak a karzata és a balusztereknek a kompozíciója, ez látszik, hogy nem utólagos. Sajnos mi így kaptuk, és nincsen arra megfelelő dokumentáció, hogy volt eredetileg, de sajnos így kell hagyjuk. Alsó részén látszik igaz-e, hogy az egész pártány rész ilyen frízzel volt végig kifaragva, ilyen fríz minta ment végig. Sajnos valószínűleg a földrengésből annyira tönkrement, hogy ezt már nem tudták visszaállítani, vagy annyira széttört, hogy egy ilyen megoldást alkalmaztak. Hát ez még kérdéses, hogy mutassuk be, a lényeg az, hogy bemutatjuk, és ez az utolsó ennyi maradt meg sajnos belőle, és a többi az pedig így marad, a többi könyöklő. A lényeg az, hogy úgy véljük, hogy körülbelül még két baluszter hiányzik a kompozícióból, tehát a szószék kompozíciójából, és valószínűleg ez is tönkrement az idők folyamán, tehát az földrengést követően, és ezt már nem tudták visszarakni. Ami még érdekesség az egészben, hogy igen, hát különböző beton lépcsőfokokat, az alsó lépcsőfokokat eltávolítottunk, ide is kő kerül vissza, hogy minden természetes anyagból legyen, és ezt a szószéknek az ízét jobban kapja vissza, tehát a természetes ízét. Értékben, mivel hogy teljesen egyedi, így ezáltal nagy az eszmei értéke egy ilyen szószéknek, és szükséges volt ezt a mi beavatkozásunk végül is egy ilyen enyhe rekonstruálás, inkább konzerválás
beavatkozása? Általában minden beavatkozás azért jó a dokumentáció, minden beavatkozást leírunk, hogy majd a következő generáció, aki majd fogja restaurálni, az lehet, hogy 50 év múlva lesz, vagy 100 év múlva, annak egy nyitott könyv legyen, hogy mi mit csináltunk, s hol, s micsoda. És ami a legfontosabb, hogy mindig visszafordítható beavatkozást végezzünk el, tehát sohasem olyasmit, ami teljesen lezárunk, tehát ez a legfontosabb dolog, ez a mottoja ennek a szakmának. Amen.